Pécsett is új utakat kutatnak a legális sportolói teljesítményfokozásra. A pécsi, a debreceni és a szegedi egyetemek, valamint sportegyesületek összefogásával, a pécsiek vezetésével valósul meg egy projekt, melynek célja egy analitikai és diagnosztikai kutatási kiválósági központ létrehozása. Tulajdonképpen hiánypótlónak mondhatnám, hiszen pár évvel ezelőtt elkezdtük ismét megmozgatni a magyar nemzetet, a magyar népet. Szeretnénk egy inaktív nemzetből európai országok közül valahol a végén járunk aktivitás tekintetében fölnőni az aktív országok közé. Ugye az egész életen át tartó tanulásról hallottunk már, az egész életen át tartó mozgásról nem. Holott tudjuk nagyon jól, hogy az inaktív életmód pontosan annyira egészségkárosító hatású, mint a dohányzás. Ötszörösére növeli a betegségek előfordulásának valószínűségét, és az, hogy a magyar inaktív, ez bizony azt eredményezi, hogy 8-10 évvel kevesebb ideig és rosszabb életminőségben él, mint például az osztrák szomszédaink. A magyar népet is egyre inkább sikerül megmozgatni, de hogy ez mennyiben sikeres, milyen irányba halad, valóban hasznos-e vagy szükséges-e módosítani, ezekre a választ csak tudományos mérésekkel lehet megalapozni. Ennek érdekében hoztak létre az egyetemeken nagyon hasonló laborokat, melyek munkája a fizikai aktivitás és sportolás több dimenziós vizsgálatain alapulnak. Egy olyan tudásbank létrehozásán dolgoznak, amely nemzedékek számára teszi lehetővé az egészséges teljesítményfokozás monitorozását. A kutatások a sporttevékenységek egészségfejlesztő hatásait vizsgálják a szabadidősportotűzők és az élsportolók körében. Gyakorlatilag az egyediségét ennek a fajta projektnek az adja, hogy ugye léteznek ezek a módszerek külön és használják is különböző sport teljesítményeknek a monitorozására. Az újdonság talán abban van, hogy ilyen kompozícióban eddig még ezt így nem alkalmazták, tehát egészen lehet azt mondani, hogy antropometriai mérésektől, klinikai vizsgálatokon keresztül ezek alatt akár érthetjük a szívultrahang vizsgálatot, TKG vizsgálatot, egészen tovább folytatva a különböző mozgásanalízist fölvonultató programokkal, odáig, hogy még a mentális státuszát is rögzítik az egyes alanyoknak a kollégáim. Egy-egy mérés akár már a következő héten visszacsatolható lesz az edzéstervbe, de a hosszú távú alapkutatási eredményekre még éveket kell várni, akár 10 év is lehet, mire hasznosíthatók lesznek.